Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tornázókat, újra hétfő, újra tornázni fogunk. Egy nagyon jó kis intenzív guggolásokból, kitörésekből álló combfarizom erősítő blokkal fogunk kezdeni, de természetesen a többi izomcsoportot is meg fogjuk mozgatni a mai alkalommal is, hiszen azt ígértem, hogy a következő pár torna az ilyen teljes testet átmozgató intenzív edzés lesz. Hát természetesen, ami belefér ugye a 20-25 percbe, akinek esetleg ez kevés, egész nyugodtan végigcsinálhatja ugye kétszer, vagy akár háromszor is a teljes tornát, természetesen egy bemelegítéssel és egy nyújtással a végén. Nagyon szuper, akkor állhatunk is válszéles terpezbe, húzzuk ki magunkat, és jó mély levegőket szívunk. Be és ki, gyerünk, beszívjuk. És kifújjuk. Beszívjuk. Kifújjuk. Na még egyet, gyerünk. És kifújjuk, szupi, mehetnek is a körzések hátra. 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 Na még gyerünk. Négy. Három, kettő, egy bal, egy jobb, jobb, bal, jobb, négy, három, kettő, tempóba, bal, jobb, bal, jobb, gyerünk, gyerünk, tempozzunk, három, kettő, és egy kis hinta, gyerünk, egy bal, egy jobb, négy, három, kettő, jó, mehet, rátoljuk a válkörzést a hintára. Összekombináljuk az előző két gyakorlatot. Négy, három, kettő, szupi, kint a kar. Megtartjuk, egy bal, egy jobb, gyerünk, gyerünk. Csak a hinta, ugye, egy pötty az talajra, lábfejjel, nagyon fontos. És jöhet előre a kar, gyerünk, gyerünk. Egy jobb, egy bal. Na, még gyerünk. Három, kettő, szupi. És föl, le, föl. Le, föl, még négyet, föl, föl, kettő, még egy, szúj, föl, föl, jó? Váltott karral, egy bal, egy, gyerünk, gyerünk, föl, három, kettő, szupi, és hopp, hopp, behajlított kar, húzzuk elő, három, kettő, mehet a páros. Elő, elő. Gyerünk, gyerünk. Kint, bent, négy, három, kettő, és végzár. Gyerünk, gyerünk, bal, jobb, bal, és jobb, bal. Na még nyolc. Gyerünk, gyerünk, bal, jobb, négy, három, kettő, kettőt megyünk balra, zárjuk, kettő, jobb, zárjuk. Kettő bal, zárjuk, kettő jobb, zárjuk. Gyerünk, gyerünk, zár, zár. Még egy. Jó, ugyanez, csak szökkenünk középen, vagyis sasszézunk. Gyerünk, gyerünk. Remélem, hogy nem ugrok ki a tévéképernyőjéből. Szupi, na még gyerünk, négyet. Zár, hopp, hopp, zár. Zár, még kettő, még egy, nagyon jó, utolsó, jó, és keresztlépés, zár, keresztlépés, zár, bal, kereszt, zár, jobb, kereszt, és zár, négyet, zár, zár, még egy, csak sasszé, húz a tér, gyerünk, hopp, hopp, húz, hopp, és húz, négyet, három, kettő, még egy, nagyon jó, ugyanez sarokkal, föl, hátul a sarok, sasszé, fönt a sarok, föl, hopp, hopp, föl, hopp, hopp, na még kettő, még egy, szuki, jó, hármat húzunk, jobb, bal, jobb, sasszé, bal, jobb, bal, sasszé, föl, föl, na még egy, sasszé, föl, szupi, ugyanazzal a lábbal húzunk, egy, két, há, sasszé, bal láb, na még gyerünk, kettő, föl, és még egy, és föl, nagyon jó, sarok, három, föl,
Gyerünk. És bal. Jobb. Bal. Föl. Na még egy. És bal. Jobb. Szuper. Csak jobb láb. Három. És gyerünk. Bal. Kettő. Három. Na még gyerünk. Bucsó. Kettő. Na még egy. Egy. Két. Lépzár. Gyerünk. Egy bal, egy jobb. Egy bal, egy jobb. Egy pici aerobik is bekerült a bemelegítésbe. Remélem, hogy senki nem bánja. Nem voltak bonyolult lépések. Nem voltak bonyolult koreográfiák. Csak egy kis ízelítő. Négy, három, kettő. Nagyon jó, helyezzük át a testsúlyunkat. Egy bal, egy jobb. Gyerünk, gyerünk. Le, le. Jó. Kicsit nyomjuk meg, hajoljunk rá. Négy, három, kettő, egy. Zárjuk a lábat. És törzsdöntés. Elő, elő, elő. Letesszük a kart a talajra. Érintjük a talajt. Négy, három, kettő, egy. Jól tegyük le. Tenyerek. És emeljük a sarkakat. Jó, egy kis vádli. Lent, fönt, lent, fönt, lent, fönt. Na még, még egy, gyerünk. Három, kettő, és egy. Szuti, lassan álljunk föl. Jó. És egy picit nyújtsunk rá. Hátul. Visszafeszít. Elől felhúzzuk. Picit kiforgatjuk, megtartjuk. Vissza középre. Le a sarok. Ráhajolunk. Nagyon jó. Ugyanezt a másik oldalra is. Egyensúly. Már meg is van. Várjuk a combokat. Elől. Fönt a térd. Itt is lenyújtjuk. És lent a sarok. Nagyon jó, szuper, bemelegítésnek tökéletes is lesz ennyi. Az első gyakorlathoz zárjuk a lábakat, jó? Ugye szokásosan terpeszbe szoktunk állni majdnem mindig. Most zárt lábakat szeretnék kérni, hiszen kitörésekkel fogunk kezdeni, méghozzá oldalra fogjuk a kitöréseket végezni. Kitörünk oldalra, áthelyezzük majd a testsúlyunkat, és vissza zárjuk a lábat. De mielőtt még ezt elkezdjük, egy kis rávezetésnek csak kilépünk oldalra, jó? És utána fogunk egy picit bedurvulni. Na gyerünk, csak kilépünk és zárjuk. Jó? Zárjuk. Kim, és zár. Kim. Na még négy. Gyerünk, gyerünk. Zárjuk. Zárjuk. Kettő. Még egy. Jó, egyből mehetünk is a másik oldalra. Nem sokkoljuk le az egyik lábat. Azt mondjuk majd két hét múlva, amikor már kemény turnát végzünk. Na, még egy, három, kettő, ugyanaz a gyakorlat, csak állítva. Egy bal, egy jobb. Jobb, ellentétes karral. Na, még egy, három, kettő, egy, szuper. És jöhetnek az igazi kitörések. Amikor már mindkét lábat fejlítjük. Na, még négyet. Kérünk. Három. Kettő. És még egy. Cuki, megyünk a másik irányba. Ugyanígy nyolcat. Jó, gyerünk, gyerünk. Ugyanaz a szisztéma, egy guggolásnál. Oda képzeljük a kis széket. És rácsücsenünk. Jó, mire kell guggolni. Még egyet. Szuper. Egy van, egy jobb. Bal szék. Jobb szék. Gyerünk, gyerünk. Egy bal. Egy jobb. Nem ám bár székre csücsülünk. Jó, tessék rendesen behajlítani a lábat. Jó mélyre csücsülni. Még kettő. Nagyon jó, szupi. Három, kettő, egy, és zár. Három, kettő, egy, és zár. Három, kettő. Egy, és zár. Három, kettő. Megyünk jobbra. Gyerünk, gyerünk. Három rugó. Lent, lent. És zár. Három, kettő, egy. Na még kettő. Gyerünk. Lent, lent.
Még egy. Lent. Lent. Egybe legjobb. Maradnak a hármas rugók. És jobbra. Gyere. Le. És bal. Le. Két. Há. És jobb. Két. Há. És csak rugó, gyerünk, nem állunk fel. Pici rugók. Lent, 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 fönt, lent, fönt. 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Zárjuk a lábad. Másik oldal. Pici rugó, gyerünk, gyerünk. Ez egy ilyen kis sunyi gyakorlat, igazából ugyanazt csináljuk bal oldalon, mint jobb oldalon. Csak így ketté lehet választani. Egy másodpercet szusszanni, és ugyanazt a 2x8-as blokkot lenyomni még egyszer. 4, 3, 2, és zár, szupi! Zárjuk a lábakat a következő gyakorlathoz. Jó, legugolunk. Gugolásból fogunk kilépni oldalra, visszalépni és felállni. Gyönyörű négyütemű gyakorlat. Jó, mutatom. Legugolunk, zárt lábakkal, kilépünk oldalra, visszazárjuk és felállunk, jó? Nincs tökéletesen záró a lábam, ugye az látszik. 5-10 centi lehet a két lábkáj között. Na gyerünk, gugolunk, jó mélyre. Természetesen ezt már mondani se kell. Úgy hatékony az a gugolás, ha legugolunk tisztességesen. Na még gyerünk, le, kilép, mehetünk is jobbra. 4-et, oldal, vissza és föl. 3, oldal, vissza, na még gyerünk, le, oldal, vissza, még egy, le, oldal, egy bal, egy jobb, gyerünk, gyerünk, és föl, jobb, zár, még kettő, bal, zár, na még egy, le, oldal, zár, és föl, jó, következőnél, legugolunk, kilépünk, zárunk. Kilépünk, zárunk, nem állunk fel, gyerünk, gyerünk, elkezdtük. Ez már nem a bemutató, ez már maga a gyakorlat. Na még 8-at, gyerünk, gyerünk. És zár, nyit, és zár. 6, 5, 4, 3, 2, 1. És most állunk fel egy nagyon pici szünet után, már jöhet is a másik oldal. Kilép és zár. Gyerünk, gyerünk. Jó, itt is 2x8-at megcsináljuk. Na, még gyerünk. Jó, megvan a fele. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, és zár. Szuper. Csak egy szusszanásnyi szünet. Következik ugye a váltott láb. Egy bal, egy jobb. Végig ugolásból. Jó, ez attól lesz igazán hatékony ez a gyakorlat, ha nem így végezzük, nem is így, hanem legugolunk rendesen. Akkor fogjuk érezni, milyen gyönyörű. Gyerünk, gyerünk. Mosolyogva végig toljuk. Egy bal, egy jobb. Egy bal, egy jobb. Jó, és mehet picit gyorsabban. Bal, jobb. Bal, jobb. Na, még 8. Gyere, gyere. 6, 4, 2, és az utolsó. Szupírázzuk le. Jó. Kinyújtjuk a kart. Tartjuk, tartjuk, tartjuk. Zárjuk a lábakat, és csak emelni fogjuk. Először a bal lábat kinyújtva. Nem tesszük le a talajra, csak visszazárjuk, talaj fölé engedjük, és ami még fontos, hogy nem lendületből csináljuk, jó? Tehát nem ez a gyakorlat, kilendítem, aztán vissza, izomból, és izomból lassan vissza. Izom munka legyen, és lassan vissza. Na gyerünk, már nem is számolom, jó, legyen még 8. Gyerünk, gyerünk. 7, 6, karok nyújtva fönn. Gyerünk, gyerünk, még 3. Még 2. És még 1. Jó. 3,
kettő, egy, és visszazár. Nem tesszük a talajra, csak zárjuk. Föl, 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 és zár, föl, föl, föl. Nagyon jó, csak pici rugók fönt. Fönt, fönt. Jó, akinek nehéz a gyakorlat, ide tesz egy széket, hogy a fal mellé támaszkodik. Csak a lábemelés legyen meg, jó? Még egy picit, négy, három, kettő, és zárjuk. Szupi, másik oldalra. Pontosan ugyanezt fogjuk elvégezni, jó? Kinyújtjuk a kart, kétszer nyolc emelés, nyújtott lábbal, gyerünk. Kettő, három, négy, öt, hat, hét, és nyolc. Na még nyolc, gyerünk. Hét, hat, öt, négy, három, kettő, és a rugók. Három, kettő, egy, és zárjuk. És zár, kettő, egy, és zár, három, kettő. Jó, jöhetnek a picik. Jó, ebből kétszer nyolc, pici, 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 pici. Dolgozik a farizom, dolgozik a külső comb, gyerünk, gyerünk. Na, még négyet, három, kettő, egy, és zárjuk. Rázzuk le a karokat is, hiszen ugye a vállakat is megdolgoztattuk ezzel a gyakorlattal. Jó, folytatjuk a gyakorlatot. Kinyújtjuk a karokat. Egy bal láb emelés, egy jobb láb. Egy bal láb, egy jobb láb. Gyerünk, gyerünk. Szépen lassan. Izomból emeljük, nem lendületből. Még négyet. Még három. Még kettő. És még egy. Gyerünk, gyerünk. Nagyon jó, szupi. Következő gyakorlatnál húzzuk a térdet és az azonos oldali könyököt. Gyerünk, gyerünk. Lehúz, és föl. És föl. És föl. Másik oldal. Gyerünk, gyerünk. És föl. Jó, picit oldalt. És föl. Kettő. Egy bal, egy jobb. Bal, közép. Jobb, közép. Bal. És jobb. Még négy. Három. Kettő, és egy. Leengedjük lassan. Én szerintem minden izomcsoport dolgozott, tetőtől talpig, ami ebbe a 20 percbe belefér. Lenyújtjuk a megdolgoztatott izmokat, és várjuk a jövő heti tornát, ahol szintén egy intenzív edzés fog következni. Na, gyerünk, álljunk a válszéles terpezbe. Döntjük a fejet oldalra. Hagyjuk megnyúlni a nyakizmait, elől a fej, lehúzzuk karral, segítünk. Vissza középre. Másik oldal, húzzuk a könyököt, azonos oldali lapockát érintjük. Hátul kulcsoljuk. Jó? Kint a mellkas. Jó? Picit megemeljük a kart. Megtartjuk, elől, és domborítunk a hátunkkal. Szupi. Kinyújtjuk a kart, visszapeszítjük a kézfejet, és a másik oldal. Tartjuk, tartjuk. Szupi, húzzuk oldalt, és hátra. Másik oldal. Nagyon jó. Kinyújtjuk oldalra. Egy picit megtartjuk. És a másik oldal, gyerünk. És vissza középre. Gyerünk. Fogjuk meg a két bokát. Tartsuk meg ezt a testhelyzetet. Jó? Csak a bal lábra hajoljunk rá, húzzuk magunkat minél közelebb.
Jó, jobb láb, ugyanígy. Óvatosan, és egyre közelebb. És vissza középre. Lent van a két tenyér. Tartsuk meg. Jó, zárjuk a lábakat. Hátul kulcsoljuk. Megtartjuk. Jó, lassan állunk föl, csigolyáról csigolyára egyenesedjünk ki. Jó, ezt még egyszer ismételjük meg. Előre hajolunk, megfogjuk a bokát, kulcsoljuk hátul, megtartjuk. És lassan álljunk föl. Szupi, jó? Kárpesz. És emeljük a lábat. Combnyújtásához gyerünk, gyerünk. Hátul, hátul. Megtartjuk. Jó, elől. Na, így már egész más, amikor nem csúszik le a kezem a térdemről. Így már eléri a célját a gyakorlat. Jó, szupi. Nagyon óvatosan rátesszük a bokát a másik térdre, és óvatosan belegugolunk. Térdet nyomjuk lefelé. Nyújtjuk a farizmat, tartjuk, tartjuk, lehet kapaszkodni itt is. 3, 2, és lassan vissza, és szokásos sarok a talajon, lábfejet húzzuk magunk felé, 4, 3, 2, és a másik oldal, gyerünk, kinyújtjuk a kart. Jó, ez ahhoz kell, hogy ugye felvegyük azt a pozíciót, amivel megtalálva az egyensúlyt, hátul felemelve a lábat, ki tudjuk tartani egy pár másodpercig. Ha ez megvan, jöhet föl a térd. Szintén tartjuk. Jó, bokát rátesszük a másik térdre, és óvatosan, lassan belegugolunk. És megtartjuk. Nyúlik a farizom, hiszen dolgozott ma. Lassan vissza. Lent a sarok. Ráhajolunk, feszítünk. Mindjárt meg vagyunk. Jó, és lassan fölállunk. Még egy pár légző gyakorlat a torna végére. És hújjuk ki. Szívjuk be. Még kettő, gyerünk. Még egy utolsó, beszív. És kifúj. Nagyon szépen köszönöm ma is az aktív részvételt mindenkinek. Ha tetszett a torna, meg lehet ugye többször is csinálni. Jövő héten is érkezem szintén intenzív, inkább erősítő jellegű gyakorlatokkal. Nagyon jó pihenést kívánok mindenkinek, viszontlátásra, sziasztok! A Mozogj Otthon Dunaújváros forgatásaihoz a helyszínt az Egészségház biztosította.